Mancsika! Szeretlek! Bohumil Hrabal a 20. századi cseh irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója. Az 1976-ban elkészült kisregényéről a szerző így vallott. Talán csak azért éltem és írtam, hogy a zajos magány megszülessen. Ivók Robot visszatérő vendége a teátrumnak, az idei már a 8. bemutatója a cseh rendezőnek Nyíregyházán. Nagy sikerű produkciója az 1986-ban bemutatott Ő felsége pincére voltam, számos díjat nyert hazai és külföldi fesztiválokon. A rendező, aki maga alkalmazta a színpadra Hrabal kisregényét, szoros barátságot ápolt az íróval. Ezért is örül annak, hogy színpadra viheti a művet. Z mnoha důvodů jeden z nich je, že sám Hrabal považuje za svoje nejzávažnější dílo. Egyrészt azért örülök, mert Hrabal saját maga ezt a művet a legfontosabb munkájának tartja, másrészt pedig, mert megbeszéltük Schlanger igazgató úrral, hogy egészen speciális szöveget dolgozunk ki, éppen a Nyíregyházi Színház számára ebből a műből. Az előadás főszerepét Horváth László Attila alakítja. Hanta, a hulladékpapírgyűjtőben dolgozó kisember, maga az író, Hrabal. A darab, amely egy rendkívüli montázs, lírai módon tárja a nézők elé a különös figura magányát. Sokunkat érint ez a dolog, és akkor megkérdőjeleződnek az értékek, ugyan már mi a fontos egyáltalán. Az emberi élet természetesen, és azon belül minden más, ami az ember boldogságot és az önbecsülését és az a méltóságát rombolja, azok kártékony dolgok, nem azok az igazi, azok talmi értékek. Az előadáshoz kapcsolódva kiállítás nyílik a színház galériájában, amely Bohumil Hrabalnak állít emléket.